Butás Béla a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportjának jogi szaktanácsadójának előadásában az áprilisban Magyarországon és hazánkban megtartandó választások fontossága volt terítéken, amelynek jogi aspektusát is áttekintették a fiatalok. Hatalmas lehetőség volt számunkra az, hogy nem csak az nagytudású emberek tapasztalatait hallhattuk meg, hogy megoszthatták velünk a tudásaikat, hanem hogy ezek mellett személyes beszélgetésekbe is kezdhettünk velük. A fiatalok mindenképp érdeklődnek a közélet iránt, akik bácskaiak, ők külön a magyarországi eseményeket is nagy figyelemmel kísérik, és egyre érdekesebb mindannyiuk számára az, ami Belgrádban történik. Véli Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke. Alapcélja az én előadásomnak, hogy még közelebb hozzam a szerbiai politikai helyzetet, az igen tarka, gazdag palettát azok számára, akik mondjuk a 2000-es évek után születtek, és nem igazán emlékeznek a mi számunkra, akár közelmúltra. Tehát, hogy megértsék, hogy ki milyen volt, nem szabad elfeledni a történelmet. Kovács Elvira előadásában Szerbia európai integrációs folyamatairól is beszélt, illetve az április 3-ai választások fontosságáról is.